Nálunk itt Makón nem volt akkora nagy esőzés, mint az ország többi más részében. Ami nem jelenti azt, hogy nem kell elővegyük a csónakot. Már ha volna csónakunk, mert nekem nincs csónakom még. De reméljük, hogy nem fog leszakadni az ég. Ma este Temesvárra fogok ellátogatni. Jönnek haza az angol ismerősök, és ki kell menjek értük a reptérre. Hogy miért szoktam én mindig a temesvári reptérre menni? Hát többek között azért, mert ha oda veszed meg a jegyet Angliából, akkor sokkal, de sokkal olcsóbb a repülőjegy ára. Amiért nagyon olcsó a repülőjegy erre a reptérre, hogy a repülőgép, tehát a járat, az magyar idő szerint valamikor olyan éjfélkor érkezik. Ez román idő szerint hajnali 1 óra, és talán ez is közre játszik abban, hogy olcsó a repjegy. A vlog további részét innen, ebből a csodálatosan szép, tágas babaszobából fogom forgatni. Egyrészt azért, mert odakint iszonyat az idő, másrészt azért, mert esik az eső és sötét van. A mai napot, hogyha értékelni kellene, akkor azt mondanám, hogy egy rakás trágya. Reggel ugye feltöltöm a vlogot. Aztán megnézek néhány e-mailt, megnézek néhány YouTube videót, utána nézek még néhány YouTube videót, utána megnézem a Facebookot, hogy mi a helyzet, utána kezdek el csak valami értelmes munkát csinálni. És az a probléma, hogy mikor benne vagy valamibe, nagyon rákoncentrálsz, mint az állat, beleteszed a fejedet, és mikor fölkelsz inni, vagy el kell menned WC-re, akkor látod az órán, hogy eltelt az egész nap. Igen, ez a mai is egy pont ilyen nap volt, ezért a mai vlog egy kicsit ilyen kitöltős vlog lesz, amiben el fogom nektek mondani, hogy a mi életünket, a vlogosok életét, mi az az öt dolog, ami nehezíti. Ez is lesz a vlog címe, hogy öt dolog, ami a vlogos életét nehezíti. Oké, akkor nézzük az elsőt. A feliratkozók. Felejtsétek el a feliratkozókat. Tudom, hogy lehetetlen kérek, esküszöm, hogy tényleg lehetetlen. Főleg a kezdő youtuberek azt nézik, hogy most akkor mennyi a feliratkozónk, mennyi ember kíváncsi arra, amit csinálok. Ez az a probléma, hogyha csak a feliratkozók számát veszed alapul, illetve csak azt nézed, állandóan várod, hogy jöjjenek a feliratkozók, akkor igen hamar el tudja venni a youtuber kedvét ez a dolog, hogy nem jönnek a feliratkozók. De hát a sikerért ugye meg kell dolgozni, a feliratkozók majd szép lassan jönnek. Egyébként, hogyha megnézed a külföldi legsikeresebb YouTube sztárokat, ők nem máró hónapra gyűjtötték össze azt a sok millió feliratkozót, hanem hosszú évek során és sok munkával. A második. Nem tudom, hogy ez pontosan külföldön hogy van, nem vagyok tisztában nagyon a törvényekkel, de itt Magyarországon, itt minden szarjék forgatás engedélyt kell kérni. A drón törvényről meg nem is beszélve, mert az körülbelül olyan lehetetlen dolog, hogy valami eszméletlen. Elméletileg könnyebb lesz, de mégse lesz annyira könnyű. Nyilván megértem azt, hogy ha olyan helyen vagy, ami nem publikus, vagy valami katonai, vagy hivatalos épület, vagy intézmény, ahol esetleg olyan adatokat tudnál kiszivárogtatni a videóiddal, hogyha ott kamerázol, akkor az gázos lenne. Oda nyilván kell beszerezni forgatási engedélyt, de mondjuk egy áruházba, mondjuk a Tesco-ba, mi a francnak forgatási engedély? Ugyan mit szivárogtatsz ki? A másik dolog, ott van a pláza. A plázának az ajtaján ki van téve nagy a házi rend, hogy a plázában tilos fotózni és felvételeket készíteni engedély nélkül.
Viszont ezek a marhák mit csinálnak? Különböző kiállításokat szerveznek, ilyen-olyan mamut kiállítás, ősember kiállítás. És mit csinál az ember? Az a legelső dolog, hogy azért lefényképezkedt az ősemberrel, nem? Hát most ilyen hülyéket, azok forgatási engedélyt kértek? Szerintem nem, ez hülyeség. De első a törvény, úgyhogy a törvényt be kell tartani. És itt jön a harmadik. Bámészkodók. Mit értek bámészkodók alatt? Képzeld el a szituációt, hogy van egy büdös nagy kamera a kezedbe, tartod, sétálsz a Váci utcán, például Budapesten, vagy akárhol, teljesen mindegy, ahol emberek vannak, beszélsz a kamerába. Tehát ez már alapból egy ilyen hatást kelt valahogy így a közegbe, hogy nézd már golyóst, beszél a kamerába. És ezek azok a bámulók, akik főleg a kezdő YouTube-osokat, mint például engem is, nagyon tudnak amúgy zavarni. Attól tartasz, ugyebár, hogy valami hülyeséget mondasz, vagy elrontod a beszédedet, és akkor úristen, ezek itt bámulnak, mit fognak ehhez hozzászólni, hogy jó, nézd már, kicsik gyerek még beszélni se tud. Kezdetben biztos, hogy ez egy új dolog, de minél többször csinálod, egy idő után úgyis természetessé fog válni, és nem fog tovább zavarni. És jön a negyedik! Hol van a ceruzám? Amivel írok. Ezeket úgy szeretem. Én mindig nagyon szeretem őket. A negatív kommentek az körülbelül úgy olyanok, mint az aranyér. Tehát jönnek... Nyugodjatok meg! Mindig lesznek olyan emberek, akik csak azért kelnek föl reggel, hogy valaki tudjanak vagy hülyeségeket, negatív dolgokat kommentálni esetlegesen a videódhoz. De hát ezekkel az emberekkel nem kell egyáltalán törődni, le kell őket magasról s***ni, úgymond, hogy szépen fejezzem ki magamat. Nagyon le tudják húzni a kedvedet, és főleg azokon a napokon fognak ezek a dolgok betalálni, amikor egyébként is nagyon s***kedved van. Következzen az utolsó, az ötödik. Igen, a motiváció az egy nagyon fura jószág. Általában ez úgy szokott lenni, hogy kezdetben van a görbe, van egy lapos görbe, és akkor így elkezd kilövő a plafont. Tele vagy motivációval, vagy tele vagy energiával, tele vagy ötletekkel. És ahogy telik az idő, így szép lassan ez alább kezd hagyni. És nagyon hamar, de nagyon tényleg nagyon hamar, el sem hiszetek, hogy mennyire hamar, egyszerűen csak így elillan. És nincs tovább. Elkezdesz azon gondolkozni, hogy érdemes ezt csinálni, vagy inkább hagyjam abba, nem gyűlnek se a feliratkozók, jönnek a hülye negatív kommentek, most esik az eső, igen, most nincs kedvem csinálni videót, és pont ez az a pont, amin át kell valahogy juss. Nem szabad feladni, nem szabad itt ezeknél a pontoknál megállni, és főleg kifogásokat keresni arra, hogy miért ne csináld tovább, amit csinálsz. Szia, Manó! Na, készen vagy a fürdésre? Ki fog fürödni? Ki fog fürödni? 22 óra 10 perc van, úgyhogy most útnak kell induljak, mert tudjátok, megyek Temesvárra. Ez egy közel 3 óra hosszás út lesz oda-vissza. Ide nézzetek, itt valami kigyulladt. Kigyulladt valami az úton. Reméljük, hogy nem most fog ez felrobbanni. Azt nézd meg!